A résztvevők 70%-ban az ikonikus babettával érkeztek, de láthattunk Riga, Java, Simpson, Verhovina motorokat is, sőt a már nagy motornak számító MZ-k, illetve Pannoniák is csatlakoztak a hétvégi guruláshoz. Ez 8 évvel ezelőtt az úgy jött létre, hogy a Balogh Lackó barátunk talált valahol egy fészerbe egy ilyen régi kis babetta mopedot, ami nagyon megtetszett neki, hiszen ő a fiatal korosztályból tartozik, és nem igazán tudta hova tenni ezt a gépjárművet. Ezért úgy döntött, hogy akkor már működött a közösségi média, megosztotta, hogy ha kap rá 1000 lájkot, akkor körbe motorozza vele a Balatont. Hát sikerült megkapni az 1000 lájkot, úgyhogy elindult az első túra, amin 3 fő vett részt, 2 barátjával elindult bátran. Mi fogadtuk őket, lestük őket, segítettük az útjukat, hogyha kellett az első alkalommal. Ez olyannyira bejött, hogy közösségi médiának hála megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a következő alkalomra már körülbelül 40 fő jelentkezett, hogy csatlakozna hozzánk, közben én is beszereztem egy babettát, és akkor elindult a második, aztán jött a harmadik, és most már a 8-nál tartunk. Jelen pillanatban 114 indulónk lesz a siófoki hajóállomásról, nyugati irányba indulunk, tehát Fonyód irányába, és 2 nap alatt fogjuk körbe kerülni ezt a csodálatos magyar tavat. A túra fő látványossága második napon a balatonvilágosi kilátótól a siófoki hajóállomásra beguruló 114 kétkerek volt. Ez egy hatalmas felkészülést igényel azért egy ilyen túra, hiszen ez 220 kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy hát én már vagy 3 hete elővettem a motoromat, mentem vele 2-3 kört a városba, és úgy döntöttem, hogy akkor ez kész. Tehát bepakoltam egy törölközőt, a tisztálkodási eszközt és a motorhoz egy plusz gyertyát, smirgli van, sárga-zöld szigetelőszalag van, gyors kötöző van, más nem kell egy babettához. A legnagyobb kihívást a felkészülésben és az egész túrában a nagy hőség jelentette.